Én Soproni Tamás vagyok, az ellenzék közös polgármesteri jöltje 6. kerületben. Anglisztikát végeztem, és egy saját fordító cégemet vezetem most már hát több mint 10 éve körülbelül. Váradin, én Asszályi Márta vagyok, okleveles táj- és kertépítészmérnök, születésemtől első kerületi lakó, és 9 éve a budavári önkormányzati képviselője és környezetvédelmi tanácsnoka most ebben az utóbbi ciklusban. 3 gyermek édesanyja vagyok. Tikó András vagyok, 55 éves, 4 gyerek édesapja, boldog férj, újságíró. Ezt mindig úgy szoktam elmondani, hogy igazából tanár vagyok, csak lecsúsztam. És most politikus, tehát hogyha úgy tetszik, akkor megint csúsztam egyet. Itt születtem 33 évvel ezelőtt, és azóta is kisebb-nagyobb kitérőkkel persze, de itt lakom a Bajnok utcában, a Terézvárosnak talán annak a részén, ami azért a legelhanyagoltabb volt. Mindig is oda jártam a Szondi utcába, a Central plébániára, az Erkel Ferenc általános iskolába, az Andrásira. Egyébként ehhez kötődik az első politikai élményem is, mert emlékszem, amikor el akarták adni, ugye hát el is adták végül, de még a 90-es években is el akarták adni, akkor ott volt egy ilyen, nem tudom hány éves lehettem, de kimentünk ugye tüntetni, hogy ne privatizálják azt a palotát. Hát most már lakások vannak ott, de hát ez... Igen. Az a szívügyem, hogy ebből a kerületből valami igazán eleven, derűs, működőképes helyet varázsoljak. Nagyon nagy ambíciókkal és nagyon sok tettvágyjal nagyon szeretném, hogyha Józsefváros valamikor majd, amikor véget ér ez a sztori, akkor egy sokkal jobb, élhetőbb és szerethetőbb hely lenne, mint amilyen most. Én most is nagyon-nagyon szeretem, de azt érzem, hogy azok, akik irányítják, azok nem szeretik eléggé.